Jó estét kívánok, Kerényi Miklós Máté, a bótak Café vendége. Mindannyian ismerik, mert hát az Operett Színházban ottan főszerepek, kevésbé főszerepek, táncos komikus, operettekben, műzikelekben is, ez az. Meg hát belenőtt, hát belenőtt a, a, színházba, a családja révén, és tulajdonképpen már gyerekként ott, ott, ott volt a színpadon, hát aztán jól ott is marad. Azt mondtad, hogy én már mindent tudok rólad, például azt nem tudom, szerintem még nem is kérdezte a kutya tőled, vagy legalábbis és sem nah. nem láttam, hogy neked nem is ez volt a neved, hanem a nagypapát tiszteletére változtattál nevet. Most ez nem szülőkre, úgy még ugye az ember ö, megszokta, hogy a gyereket esetleg hajszára ugyanúgy hívják, de hogy nagy, miért volt olyan fontos a nagypapa? Ő, a bátyám ő Kerényi Dávid Györgyként, én pedig Kerényi Máté Zsoltként születtem. Ő, és ugye a nagypapámat Kerényi Miklós Györgynek hívták, és édesapám pedig Kerényi Gábor Miklósként született. És akkor, amikor Jól meg van vo variálva. Vo megvan variálva az egész történet, röviden, ő amikor volt Kerényi Gábor a szakmában, amikor ő fiatal volt, úgyhogy ő gondolkozott, hogy hogy legyen Kerényi M Gábor, vagy Kerényi Gábor M valahogy, és végül lett a Kerényi Miklós Gábor és ez neki, mint így művésznév ugye indult el tulajdonképpen, abból lett később a Keró, és, és amikor mi 10-12 évesek voltunk, akkor mi úgy döntöttük, hogy mi hivatalosan is szeretnénk ezt a hagyományt folytatni, hogy Kerényi Miklós György, Kerényi Miklós Gábor, úgyhogy így lettünk, ugye a bátyám Kerényi Miklós Dávid, én Kerényi Miklós Máté és a fiaink, mert ugye most már mind a kettőnknek vannak fiúgyermekei, Kerényi Miklós Zsombor, a bátyám gyermeke, az én gyermekem pedig Kerényi Miklós Ádám. a de fiúk. Ez, ez fontos, hogy ilyen kettő utónév. Mert én is vagyok Gyula is, de az életemben nem. Hát, itt nálunk a Kerényi Miklós az egy vezetéknévként funkcionál tulajdonképpen. Tehát akkor nem arról van szó, amire én gondoltam, hogy a nagypapa valami hú, de karizmatikus. Nem, nem, ő, ő György volt. volt ő, 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 ő és gyuri azért. Volt. Nem, ő Gyuri volt, ő György volt. Tehát nálunk a Kerényi Miklós, ez mindenkinek a vezetékneve, csak a kötőjelest azt úgy, ezt meg kéne csinálni, az egy bonyolultabb történet lenne, és nem, nem is az benne a lényeg. Egyszerűen csak az, hogy, azt, hogy a Kerényi Miklós, az mint vezetéknévként azt használjuk, és utána van az a név, amit keresztnévként mindannyian szólítjuk egymást. Öltözői gyerek voltál, tehát sokat uh, voltál benne. Az... Inkább nézőtéri akkor. Hogy nézőtéri. Ha én hát édesapám révén természetesen, hát inkább a név, nem, ő nem öltözőbe volt, de hanem nem, a de azt úgy volt. értem, hogy hát színházi megrendező gyerekek gyakran, sokat, sokat, töltöttem, gyakran, sokat gyakran ott sokat van a, a ők 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 és tehát. akkor az öltöztető nők meg a. Sokat töltöttem a színházban, de ugye gyerekszereplőként is voltam azért én már elég korán az Anna Karenina című műzikelnek az is voltam. egyszerre voltunk a bátyámmal Szer El volt a bátyám a opera... Nem, a bátyám az Operaházban volt Szer Józsa, én pedig az Operett Színházban, Rock Színházban voltam szembe vele, az ős bemutatón Szer Józsa. Tehát ez egy... Na, nem ez nagyon... A kurír, még akkor kurír volt az újság, akkor abban megjelent egy cikk velünk, hogy kétszer Józsa. Oh, pá. Hoppá. És az tök természetes volt, hogy ő a táncos, te a színész, irányába. Nem is tudom, hogy természetes volt, de így visszagondolva természetes volt, igen. Akkor, a, akkor, is természetes volt. A Dávid rengeteget táncolt, rengeteget mozgott. Én is egyébként, de én mondjuk szerettem énekelni, meg verset mondani, szóval ez úgy, úgy valahogy ez egy ilyen kialakult dolog volt, igen. Na és akkor jól érezted magad kölyökként is. Abszolút, a abszolút. Én nagyon-nagyon, nálam ez szerelem. Ez sohasem még átlás izgulás, jaj, 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 hogy lesz, meg lesz, sikerül, nem szerintem, sikerül. Szerintem, dehogy nem. Mindig van. És én, ami, én azt szoktam mondani, hogy, hogy, addig jó, ameddig van. Ez biztos, hogy már rossz lenne, hogy ha, ha egyszer nem érezném azt, hogy, 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 félek színpadra menetel előtt, hogy ma sikerül-e, hogy, hogy, jó lesz-e. Nem, nem is tudom, az érzéseket szerintem ilyenkor nem nagyon lehet De ez a 362. előtt is, mert ugye te persze. voltál benne ilyen jó nagy szélés. Hát akkor mi nem jöhet össze? Éken. Nem tudom, bármi. Én azt szoktam mondani, hogy, hogy a színházban tényleg az a különleges, hogy minden este megismételhetetlen. Tehát nem olyan, mint egy film, amit egyszer, egyszer meg kell csinálni itt tökéletesre, és onnantól kezdve azt vissza lehet bármikor tekerni, hanem minden este más. Azért is más, mert a partner is más mert a néző is más, Mind, mindenki más, minden más, hogy történik meg. Minden hát mindenki igen, mert csak le van ennek... kettőzve, háromszor, de, a, van de, ha, de ha akár ugyanaz a partner, akkor is ő máshogy kelt föl aznap, más dolgok történtek vele, más, más, egy mondata, az attitűdje más. Tehát, hogy a világ front van, nincs front, minden egyes előadás egyszerű és megismételhetetlen, és szerintem ettől nagyon-nagyon nagyszerű. De közben a meg a musical az, az olyan, mint egy gépezet. De Tehát nem a, a, De például a musical a... egy olyan, mint egy gépezet, de a, még akkor sem, hogyha félplébek egy előadás. De hogyha ráadásul ott van egy karmester, aki ugyanúgy a, az egész játszásnak és az egésznek hogy nem hogy a részese, a mozgató rugója. Tehát az aztán végképp meghatározza, hogy ma gyorsabb tempóta, de vagy egy picit lassabbat, majd jobban kitart egy, egy, egy futamot, egy hangot, valamit. Tehát hogy azért ezek, ez egy csapatjáték. És, és itt minden egyes, hogyha valaki nem úgy dől, nem úgy, akkor egy picit alkalmazkodni kell mindenhez, hogy a fogaskerekek egyébként, ami egy előadást összetartanak, és, és mint egy gépezet tulajdonképpen, ahogy te is fogalmaztál, végigviszik, ezek a fogaskerekek alkalmazkodjanak egymáshoz, és tudjanak együtt forogni. A félplébek az nem disznóság. Mert azt mondtad, hogy a színház mindeg mindig élő, és nekem pont azt veszi el. Hát akkor pont nincs, Név, akkor, a a a a akkor egy előre fölvett zenéhez alkalmazkodsz te, nem a napi Ez azért ez, ez a, ez a mai világban azért ez egy technikai kérdés, is nagyon-nagyon sok szempontból, hogy van-e hely egyáltalán egy 20-30-40 fős zenekart leültetni egy adott térbe, egyáltalán van-e mód, most arról nem is beszélek, hogy van-e rá pénz. Szóval ezek technikailag, hangosításilag, mindenféle és fajta szinten ez rengeteg minden körülménytől függ. Valóban előfordul az, hogy el kell vinni egy előadást valahova vidékre, azért, hogy a nézők láthassák, és ebben nem tud benne lenni ezen technikai körülmények okán, hogy, hogy élőzenével játszunk egy előadást. Ez sajnos elő tud fordulni. Én sem vagyok a híve semmilyen szinten. Én abszolút a, 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 az élő szerintem szereken... egy zongora több, mint egy felvett. Ne, ebben neked maximálisan az igazad van. Tehát, hogy ez, nem, nem, ez megrendelő, ahogy kívánja, gondolom, de majd, hogyha egyszer színházat vezetek, akkor majd erről többet beszélgetünk, hogy akkor hogy gondolom. Most erre nem tudok Na jó, mondani. A akkor végül is, tehát akkor tetszett neked ez gyerekként, akkor Nagyon. lehet mondani, hogy ez tulajdonképpen kölyökként eldölt, hogy akkor te Hát én nem, én, nem, én nem, azt nem tudom azt mondani, hogy eldölte, hogy ez nem, 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 nem mondom azt, hogy valahonnan eldölt, ez volt. Tehát, hogy ez nem nem létrejött, hanem ez, hanem ez volt. Én valahogy ebbe mondom azt, hogy szocializálódtam, ebbe, ebbe léteztem. Tehát nem is akartál más lenni? De én ezt sem akartam lenni. Ha Tehát nem? akarat nem volt bennem, hogy én ez legyek. Én ja. ezt csak nagyon szerettem, és szeretem csinálni. De nincsen benne az, hogy úristen, én ez akarok le. Nem, csak csináltam, és akkor úgy jöttek a dolgok. Én meg csak csináltam a dolgomat. És azt hiszem, hogy ma már bátran tudom azt mondani, hogy nekem ez volt a dolgom, meg ez a dolgom a világban. Na jó, de hát mégiscsak jártál egy Főiskolára. Azt én nagyon szerettem volna, hogy volna, hogyha oda fölvesznek, nagyon fel is készültem rá, de nem, volt be, nem éreztem azt, hogy ha például oda nem vettek volna föl, nem biztos, hogy jelentkeztem volna tovább. Tehát lehet, hogy azt mondtam, ha valaki azt mondta volna nekem, hogy fú, ezt ne csináld, ennek semmi értelme, akkor lehet, hogy azt mondtam volna, hogy hm, jó, akkor elmegyek, nem tudom, szakácsnak. De az mit, mit jelent, hogy nagyon fölkészültél. -e? hogy rengeteget készültem rá. Tehát ott egy évet tulajdonképpen De mit kellett arra. neked, aki kvázi A benne a monológokat, áll. a dalokat, rengeteget dolgoztunk. Édesapámmal rengeteget segített a felkészítésben, sőt, nem segített, ő készített föl tulajdonképpen a felvételire. Az olyan tulajdonképpen egy színház és filmészeti egyetemre való felvételi, az olyan, mint egy kis előadás, részletek. Tehát, hogy az valahon, immediate valahonnan belecsapsz egy monológba, azt végig kell mondani, annak vannak előtörténetei, vannak utóhatásai, tehát ezeknek mind-mind tartalmaznia kell. Nem csak egy adott pontot és egy adott pillanatot, azt is, főként azt, de egy rengeteg minden benne kell, hogy legyen. Ez egy nagyon izgalmas dolog egyébként, és az is nagyon izgalmas dolog lehet egyébként megítélni azt, hogy kiben mi van benne. A mi osztályunkat, ezt már nagyon sokszor elmondtam, szerintem veled is beszélgettünk már erről, nekem ugye Kerényi Imre volt az osztályfőnököm. Hát, Kerényi. és nekünk, Kerényi, Kerényi, igen. nekünk egy nagyon izgalmas osztályunk volt. 17 voltunk osztálytársak. Peller e Annától, Dolhai Attiláig. Nagy Sanyin keresztül, Szőcsartúr, Artúr, Zöld Csaba. Tehát, Nádasi Veronika. Nádasi Veronika. Nádasi, igen. Veronika. Szóval na nagyon, na nagyon, nagyon, színes palettán mozogtunk, Szemenyei Jancsi. Tehát, hogy nagyon sokszor sokan meg is kérdőjelezték egyébként ezt az osztályt. Aztán nálunk voltak Na, ezek mint, a... Hogy, mit? hogy Hogy az Imrét, hogy ez biztos jó-e, meg ilyen lányokat fölvenni, meg ilyen fiúkat, meg nem tudom. Nem hogy... én Nem tudom, nem voltunk annyira beskatujázhatóak, azt, azt, azt hiszem. Nem, tudtunk, nem tudtak minket annyira, annyira ilyen sémára felhúzni, mint ahogy egyébként akkoriban nagyon sok mindenkit felhúztak. Ilyen sémákra, és akkor te ilyen te olyan mi, 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 mi ezerféle dolgot tudunk szerintem a mai napig is eljátszani, és többféle dologba megmutatni magunkat, és nem csak, nem csak egy irányba menni, és ezt nekünk az Imre nagyon-nagyon ügyesen És ő még végig tanított elő. rendesen, mert aztán későbbi ö, osztályok azért panaszkodtak, hogy rájuk unt, sőt meg is mondta előre, hogy addigra fogja, és sőt egyszer volt egy lázadás is, hogy ugye nem jár Ez még előttünk a... volt. Előttetek az volt? Előttünk volt? igen. És aztán, hogy úgy mondja, megemberelte volt. magát, vagy ti jobban inspiráltátok? Ö, nem is az, hogy jobban inspirál vagy nem tudom, remélem, hogy jobban inspiráltuk. Én nagyon-nagyon szerettem az Imrét, mindannyian nagyon szerettük. Nagyon-nagyon jó dolgokat tudott nekünk mondani a színházról, rólunk, az emberségről. Nem is tudom, hogy mi az, amire azt lehet mondani, hogy tanított. Hogy, hogy mi, a, mi a különbség a tanítás, a mesélés között. Mert egy meséből is rengeteg mindent meg lehet tanulni. Nagyon. Nagyon különleges ember volt. És szerintem nagyon-nagyon hiányzik az egész szakmának, hogy, hogy, hogy nincs egy ilyen mogul benne, mint amilyen kerítette. Igen, volt. Őt, őt egyébként sokan szerették, mint tanárt, meg egy időben rendezőként is, hát csak aztán utána ö, elkezdett mindenfélét másról is beszélni, mint ami a szakmája, és ott már aztán ezt ö, sokan nem kedvelték. Nem? nem tudok a sokak nevében nyilatkozni. Azt, a, azt, ahogy hozzánk nyúlt, ahogy hozzánk fordult, ahogy, ahogy, ahogy velünk volt, az, 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 igenis azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hogy meghatározó volt mind a 17 életében, és ezt bátran mondom a többi 16 És azt én jól láttam, nevében. valahol olvastam talán a Wikipédián, hogy utána te még jártál az operáciás stúdiójába is. Tehát, Ő... hogy elvégezted a de és mert hogy miért? Ez tulajdonképpen, a, amikor mi voltunk egyetemisták, ugye mi már egyetemisták voltunk, és minket fölvettek operett musical szakra. De a második évben átneveztek minket zenés-színész szakra. És végül mi Operate szakon végeztünk, mert vissza kellett minősíteni, mert itt volt mindenféle belharc itt a kulturális palettán, de mivel tulajdonképpen egész Magyarországon ezáltal megszűnt az operett tanítás, így az Operett Színházban létrejött egy Operett Akadémia nevezetű stúdium tulajdonképpen, Amiben én ugyanúgy jártam, igen. Elkezdtem én is oda járni. Azt hiszem negyedéves voltam, vagy harmad, vagy negyedéves voltam, amikor, amikor oda elkezdtem járni a tanárral. Meg hát dolgoztunk együtt tulajdonképpen. Létrehoztunk is produkciókat. Igen. Hogy tulajdonképpen a budapesti operacináznak legyen egyfajta operett utánpótlása. És ott tanultál mást, vagy többet, mint a színművészetén? Nem tudom, nekem az egyik, nekem több tanárom, rendezőm is mondta azt, hogy ezt a pályát nagyon nehéz tanítani, ezt ott lehet megtanulni. Tehát ezt a, 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 az a mondat, hogy a gyakorlat teszi a mestert, azért ebben nagyon-nagyon nagy igazságok vannak. Tehát, hogy nem lehet ülve, vagy nem lehet csak egy szobába megtanulni egy, ezt, ezt a szakmát. Ezt úgy, úgy lehet megtanulni, hogyha az ember csinálja közönség előtt csinálja, ha nézők előtt csinálja, ha, ha elmegy fellépni, ha elénekel egy dal. Tehát ezt, ezt, ezt úgy lehet úgy lehet igazán jól fejlődni. Na, de akkor te lestél ilyen elődök. Hogy mondjuk akkor László, mint Én abszolút, lestem de én, a, Rászló, mint táncos, én abszolút lestem, de én most is lesem. Tehát, hogy én, a, én, a, én most is lesem, sőt, még a fiatalokat is lesem. Hogyne, persze, az énektechnikától elkezdve, a játékstílusig egy-egy mondat, hogy ezt miért mondta. Mindig nagyon fejtegetem, általában nem azt szoktam fejteni, hogy valaki mit csinál, de mindig azt próbálom megfejteni, hogy miért. Engem az érdekel. Na, mondj egy példát, hogy mit lestél, és, és mire jöttél Nem rá, tudom, most csak most így hirtelen nem akarok nem jut eszembe semmi, meg nem is akarnék senkit se kiemelni. Egy ilyen általános példában azt tudom mondani, hogy valaki mond egy mondatot, hogy azt mondja, hogy lenni vagy nem lenni. És valaki mondjuk egy másik alkalommal, azt mondja, hogy lenni! Vagy nem. Lenni. Uh -huh. Tehát, hogy. És akkor el lehet gondolkozni, hogy ezt miért mondta. Ha azért mondta, mert akkor így más az értelme, akkor az nekem tetszik-e, vagy nem. Tehát, hogy, hogy maga az, hogy miért miért mond valamit más, hogy egy ember, vagy miért csinál más, hogy ezek izgalmas dolgok számomra. És ezeket én a fiataloktól is pontosan ugyanúgy tudom elleszteni, mint ahogy az öregektől, vagy az idősebbektől. Na de figyelj, ennek azért nyilván vannak fogások, amik viszont mégiscsak taníthatók lehet, a, hogy a szöveg, Szöveg lent, tehát hogy ilyenekre nem, gondolsz. nem, 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 nem mondjuk egy táncos komikusnál a, a figurák, hogy a lábad alatt, hogy húzod át a nőt, de hogy, az hogy pörgeted meg a De az meg, de a az, meg az meg gyakorlati kérdés. Tehát, hogy Isten igazából az a... De, de mégis miért tudják ezt annyira kevesen? Vannak, vannak kollégáid, aki elvileg táncos komikus, és tényleg ügyes komikus, de egyáltalán nem tud táncolni. De ez, ez lehet, hogy. Nem tudom, lehet, hogy ez egy adottság. Én erre azt tudnám mondani, hogy szerintem azért, mert az emberek nagy többsége táncolni szeretne. Szerintem, szerintem pedig a táncos komikus az soha nem táncol, és soha nem énekel. Ha nem a, táncos, a táncos komikus az, az eljut oda, amit, amit a zenés színház isten igazából szerintem képvisel, hogy olyan szituációk jönnek létre a színpadon, és ez főleg az operetre igaz, ami próza is van benne, meg ugye ének, ének is, hogy létrejön egy szituáció, ami odáig jut el érzelmileg, amit már szavakkal nem lehet elmondani. Ezért elkezdek énekelni. De ahhoz ott kell tartani. Nem, 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 lehet lent befejezni egy jelenetet. Egy, egy jelenetnek a felfokozottsága az ott kell elkezdődjön, hogy a ráindulásra az itt. És, és, a, és akkor nem én nem táncolok, hanem egyszerűen a testem víz, robog. Egyszerűen megyek, 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 a szerelem után, megyek a partnerem felé, együtt, a csill, tehát hogy egyszerűen... Pf, nem tudom, ezer szinonimát. Na is ezt szóval szeretem benned, mondani. amit itt most ülve is produkáltál, hogy tényleg képes vagy ilyen intenzitással játszani. De én szerintem csak, hát, intenz, hogy... csak így érdemes játszani. Nem a, nem, a felgyorsulást értem az intenzitás alatt, hanem egyszerűen az, hogy hogy ez soha nem, soha nem melléke, mellékes, ami a színpadon történik. Egy pillanat se. Tehát ami, ami, amikor hátul áll valaki, az sem mellékes. Az is, egy, az is, egy, nagyon fontos része egy egésznek, és egy rendezőnek azt is nagyon-nagyon pontosan kell tudnia azt, hogy, hogy, mit kell ahhoz csinálnia ott hátul valakinek, hogy a nézőnek igazán az legyen a fontos, ami itt elől zajlik. Hogy ez nem, nem, mindegy. Nem csak az van, hogy gyere és nézd, hanem hogy hogyan reagál rá, hogyan mozdul meg egy tömeg, hogyan keresztezik át. Hogyha itt zajlik az egyik oldalon egy párbeszéd, és ott reagál valaki, akkor az hogy veszem észre? Hát gondolj bele, ide nézel, itt beszélgetnek, és ott fel, megszólal valaki, és oda nézel, de már addigra már nem fog beszélni. Nem is biztos, hogy tudod, hogy ki beszélt. Mit csinálsz? Beszél valaki, és ha mindenki átnéz előtte oda, akkor a teszemedet is át fogja vinni az, és mire ő megszólal, már oda fogsz nézni. És ezek mind-mind nagyon fontos részei egy egész előadásnak, hogy a zenétől elkezdve, a tömegen át, a táncosok, a, a, díszlet, a jelmez, hogyan, hogyan szervesül össze egy komplex előadással? Jó, ezek ezeket nyilván apától is hallottad, nem? <laughs> ez Tehát a az, 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 a, az a mély gyanú, de hogy, hogy közben azért neked ebben, miközben ez hihetetlen összmunka, ezt a műfaj igényli, neked sztárnak kell lenni. Ami azt jelenti, hogy kell ismernie mindenki a nevedet, nagyjából, aki beül a közönségbe, van akár egy táborod is, és ki kell tűnjél. Tehát azért ez a műfaj, tehát mégiscsak van az operedben, pláne, nem? Hogy van egy belépőd, ahol valaki bejön, akár tapsal jön be, Neked ami, be ami egy abszolút. mesterség. Nem, kelleni, nem kell tapsal bejönni, egyébként. kimenni, stb. Nem? Kelleni nem kell, de természetesen ez nagyon nagyon jó, hogyha van. Jó jól esik, fogalmazzunk úgy. Szerintem mindenkinek nagyon jó lesik az, hogy, hogy jegyet vesznek rám, vagy, vagy, vagy hiányolnak a, a, az, a, 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 egy pár előadásból, vagy, vagy eljönnek miattam megnézni, megvárnak egy előadás után. Igen, ezek nagyon-nagyon jó esnek. Azok esnek egyébként a legjobban, amikor 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 tulajdonképpen mondjuk egy saját koncert van, vagy, vagy, valami, és akkor azt látod, hogy, hogy ahogy fogynak a égyek, hogy így az, 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 nagyon jól tud esni. Azt egyébként lehet tudni, ezt pénztárosok tudják, sőt, megmondom neked, a szemben lévő étterem tulajdonosa is tudják, <laughs> Aki a kite szépek? Aki kiteszik a műsort, és tudják a tudják, hogy hányan fognak bejönni a X szereposztás után, és hányan a másik szereposztás után. Ugye, ugye? <coughs> Tehát van, amikor tudod, hogy le vagy kettőzve, és rá többen vagy, netán éppen kevesebben jönnek be. Ez így van. És ez miért? Én nagyon szeretem például a, 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 a Stim kollégát. Nagyon szeretem. Nagyon jó dolog az, hogy hogy, hogy, egyrészt mi, van a stim, stim kollega. Az, az Az az, kivel mondjuk le vagyunk kettő. az az, azt hívjátok stim a én, 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 azt nagyon szeretem, mert, mert egyrészt szeretem megnézni által a saját magamat a színpadon. Tehát például egy próbán, vagy egy főpróba héten én be tudok ülni, és meg tudom nézni, hogy ő mit csinál. Egyrészt látom magamon azt, hogy, hogy én ugyanott állok mondjuk, ahol ő, és látom azt, hogy ahó, az nem jó, ott bejebb kell álljak, mert ott nincsen fény rajtam, akkor bejebb kell egy kicsit álljak, Aha, annak nincs értelme, ha azt így mondom, stb. És ezt én meg tudom beszélni vele. Tehát általában én mindig igyekszem kialakítani egy olyan viszonyt az aktuális team kollégával, váltóval, hogy, hogy mi egy sokkal partneribb viszonyban legyünk, mert ez nem egy verseny. Erre lehet mindenki nagyon sokszor, főleg a, az nem mindenki, tehát a színházi világban erre rengetegen azt hiszem, hogy, hogy versenyként gondolnak egy ilyenre. A verseny tart egészen addig, ameddig mondjuk bemutatódik ez a darab, és az sem igaz, hogy addig tart, mert ott is megvan az, hogy kiátsza az elsőt, kiátsza a második, akkor sem verseny, na de onnantól kezdve aztán végképp nem érdekes. Tehát onnantól kezdve pedig egy fél év múlva, egy márciusi hónapban mondjuk, van hat előadás, mind a kettő játszik hármat-hármat, és teljesen mindegy, hogy ki az de első, nem ki szabar, a másodok. hogy tulajdonképpen behelyettesíthető vagy. Hát a Gálvögyi nek azt mondta Kazimir Károly, az osztályfőnöke, hogy Apuskám, olyan színésznek kell lenni, hogy ne essen lekettőzni. Nem mindegy, téged. hogy nem mindegy az hogy az embert mibe lehet lekettőzni. És az sem mindegy, hogy hogy valóban van-e különbség a kettő között. Van, mindig van. Tehát nem, nem mond De nekem, és én hogy. És én, hogy... én meg mindig igyekszem abban, hogy ebben a mindig vanban. Tulajdonképpen azt mondják, hogy hogy igen, azt szeretik jobban, hogyha én játszom. Na, ugye, de azt gondolom, ugye, hogy... Akkor csak verseny. De az nem egy verseny. Ez egy... Ez egy ez szerintem nem verseny, ez maximum képesség kérdése. Tehát vagy, 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 vagy odaadás, elfogultság, alázat, nem tudom mi. Tehát, hogy én elfogult vagyok a szakmámmal szemben. Én, én, én az én, mit én, Az, hogy elfogultan szerelmes vagyok. Elfogultan alá tudok rendelni egy csomó mindent a szakmámmal. Mit? Az életemet. Hát azért nem rendetted alá, mert hát Vagy gyereked, vagy volt de az... feleséged, most is van szerelmed, van, akinek nincs egyébként. De az, Tehát nem, van, biztos, aki de az, nem, az nem biztos, de az nem magát. biztos. De attól az nem biztos, hogy az nem a, nem, a, nem azt jelenti, hogy én jobban adom oda magamat, és akkor nincsen és é, szerelmem. Igen. Vagy nincs az embernek családja. Sőt, volt neked még, gondolom lehet erről beszélni, mert volt játékszenvedél is volt, nem tudom, hogy van-e még. Nincsen, hál' Isten. Nincs, ne, Tehát nincs? ezt nem, nem, nem pontosított. Természetesen van, csak nem aktív. <laughs> Mármint úgy a játék, mert játék a színpadon is van, de mindenki tudja, hogy nem arra gondolok. Igen, nekem szenvedélybetegségem van. Igen? Uh -huh, ezt úgy hívják. És ez miben nyilvánul meg? Mi bármit, amit csinálok, azt vagy nagyon csinálom, szenvedélyesen, vagy nem csinálom De. egyáltalán. Uh -huh. Tehát, És hogy ez, ez ilyen szépen... szerencsejáték dolog volt? Volt ennek, volt ennek egy ilyen szerencsejáték része is, igen. És ez mit jelent, hogy eljátszottad az összes pénzed. Volt olyan is, igen volt olyan és aztán ez szerencsére nincsen utána, de valószínű a szakmámban is ugyanez. Végül is Kortai Robert ebből csinált egy remek filmet, ez ezt például. Meg de az ala... a például meg, az, a De alapvetően a, 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 a színházi létezésemet is valószínű, hogy ugyanez a motorja a színházi létezésemnek. Igen? Is. Ugyanez a szenvedélybetegség. Tehát az, hogy én, én nagyon szenvedélyes. Édesapámnak a, a szenvedélybetegsége a munkamánia. A bátyámnak is rengeteg ilyen aprósága van. Ő például egész gyerekkorában mindent gyűjt volt, például. Voltak, voltak cigis dobozai, voltak egyforintosai, voltak öngyújtói, voltak baseball sapkái, de mi, minden, mind teli volt a szobája, minden gyűjteményből. A nagyapámnak olyan gyűjtő volt, hogy olyan, olyan bélyeggyűjteményünk volt, hogy a faladja a másikat. És te mit gyűjtesz? Én gyűjteni nem gyűjtök semmit, kavicsokat, köveket egyébként. Abban nagyon sok van kavics, kő, toboz. De miért mész tengerpartra és Ne, hát a... úgyis, de nem, a fiammal gyűjtünk nagyon sokat. És adogatunk egymásnak köveket. Uh -huh. Nálunk ez egy ilyen... Nem is tudom. Rendszer. De világéletemben egyébként voltak ilyen kis köveim, amiket magamnál hordtam a zsebembe, szerencsekű, velem legyen, lehet morzsolgatni, lehet fogni, tehát volt... Ugyanígy vannak szokásaid és előadás előtt, hogy mit tudom én, kezet mosol, izé. Nem messzel két kezet, kezet most, mindenképp mosott kezet, az gyakran, azt egy nap többször is. Ez nem, ilyen tisztaságmánia is, vagy én félelem, Nem, szerelem, én például félelem, szeretek. nem, nem, én szeret, én kezet mosni szeretek például. Aha. Én nagyon sokat, nagyon sokat bizgerálom az arcomat, nem tudom, vele nyúlok így a számhoz, és a és én szeretem, hogyha tiszta a kezet. Tehát, hogy én egy nap valóban többször mosok kezet, mint az átlag, ez biztos. Aha. De nincsen benne ilyen tisztaságmánia ebből a szempontból, hogy jaj, meg készfertőzöttem. De vannak ilyen fellépés is szokás? So. Felépés előtti szokások azt hiszem, így nincsenek nagyon. Előadások előtti szokások vannak. Tehát, hogy az megvan, hogy ahogy a, mondjuk egy premierig eljutunk, vagy főpróba héten, hogy akkor mikor megyek a mikroportosba, mikor a sminkbe, hánykor, mi hogyan, mint csinálom a dolgokat, az tulajdonképpen az benne van, hogy azt a rendszert, azt a, azt a rutint, az előadás előtti rutint, azt egy picit tartom. Mondjuk én mindig nagy szeretek egyébként korán beérni a színházba. Az mit jelent a hét órásra? Hányra vagy benn? Hát eh, attól függ, hogy milyen előadásról van szó, meg, 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 hogy, hogy mint, olyan, hát öt, ötkor mindenképp. Tényleg? Tehát uh -huh. két órával előtte? Én, a, én akkor már szeretek. Igen. Mert? Jó, be kell lének, tehát az nem, nem azért, nem az, az nem, 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 azt, én azt én megcsinálom otthon, meg délelőtt. Tényleg? Aha. Nem nem, 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 azért, mert egyszerűen van akkor egy, nem van egy nyugalmam, van, akkor én, én olyan nyugodtan szeretek rákészülni egy előadásra. Van olyan kollégám például, aki benn van, tök teljesen mindegy, hogy mikor érkezik be, ő mondjuk 7 óra előtt 5 perccel kezd el zuhanyozni. És ő akkor kezd el zuhanyozni, és rohan, és öltözik, be, még ha kezdő szereplő, akkor is, és gyorsan a sminkbe, és megy, és, 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 mert őt azt spanolja valószínű fel, hogy és oda megy, és akkor tud, akkor tud elkezdeni. Uh -huh. Mert ő nem, tehát hogy ő a, 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 kényelmesen lesz, akkor nem tud magában mit kezdeni, elfárad, akkor lemegy a büfébe, eszik valamit, elalszik közben. Nem, tehát neki az kell, hogy ő felspanol. nekem meg az kell, hogy hogy ilyen, hogy ilyen nyug, nyugodtan tudjak rákészülni. Vagy nem is tudom azt, hogy nyugodtan, de hogy, hogy legyen időm mindenre. De otthon mit tudom én, a beénekléshez is van egy skála sorod? Vagy Nincsen, mostan? én egész nap énekelek, meg beszélek be tulajdonképpen. Tehát én, én egész nap... De otthon is magadba dumálsz? Aha. Meg És miket? A darabot. Tehát a darabot? Tehát például, hogyha van egy virágot Al előadás... Meg, hogy ez hogy történik. Énekel, egész nap dudolgatom. Van már egy pajtikám, van kivel játszanom, van bizonyám. Mm -hmm 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 -hmm. És végig énekelem így. És ugyanígy az mondod darab, a szemeget? Az egész darabot, az összes jelenetet, tulajdonképpen végig megyek az egész darabon, igen. De, nem, de, nem, de, nem ilyen, de ez nem egy tudatos dolog ma már végképp. Tehát, hogy ez nem, nem úgy van, hogy el, leülök, elkezdem, és akkor végig gondolom, hanem haladok, hanem elkezdek mondjuk, csinálom a reggeli kávét, mit csinálok? Már? Aha, ja, igen, van ott este egy előadásom, jó, akkor az... Mi, mi, van? Nézd, és akkor elkezdem. És akkor a reggeli kávémtól, mire beérek a színházba, addig én... És egy akkor egyszer... még a kocsiban is. Megyek a kocsiba, és akkor hol tartottam? Hogy mi volt? Ezért. Igen, azt mi, mi jön utána? Milyen jelenet? De nem, de nem egy, de mondom, nem egy olyan, hogy Úristen, mit csinálok ma, meg hogy van, Aha. de hogyha előző nap volt előadás, akkor is. Aha. Tehát nekem úgy fogalmaznék, hogy az egész napomat körül lengi tulajdonképpen az esti előadás. Tehát hogy nekem nem az van, hogy, és erre mondom azt egy kicsit, hogy, hogy, hogy minden alá van egy picit rendelve, mert nem én rendelem magamat, meg az életemet alá, hanem egy picit a tudatom, a gondolatom. Tehát az, hogy, az, hogy nekem az egy, az egy létközpontusági kérdés, nem tudom, hogy van-e ilyen szó, hogy létközpontusági nem kérdés, most de most már, hogy, 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 este nekem, este, este én mit szeretnék varázsolni a nézőnek. És szerintem, szerintem ebben, hogyha az embernek jó partnerei vannak, mint ugye a szerelmem például, akkor, akkor együtt egyébként egy tökéletes életet lehet élni, amiben tökéletesen működik minden együtt, a gyerektől a kutyákig, a szüleimig, a testvéreimig, tehát hogy, hogy, hogy mi, minden abszolút működik ehhez, nem, ez nem, nem, azt jelenti. Ez csak azt jelenti, hogy partner, partnerek kellenek hozzá, mint egyébként, ahogy valószínű mindenhez. Tehát lehet én ilyen ügyvéd. Hogyha nem lenne olyan partnerem, akkor ugyanúgy ugyanaz lenne a probléma, hogy az, nincs az embernek magánélete, mert ugyanúgy az ügyvéd is nem csak a bíróságon ügyvéd, hanem előtte fel kell készülni, utána le kell tenni, a másikra kell, tehát hogy ez egy otthoni munka is, partnerek, jó partnereket kell az embernek kényszerni magának A volt és a Dan is sokat játszottál együtt, az más egyébként, meg hát Katfi Aisha-val is játszol most együtt más velük együtt játszani, mert most nem véletlenül emertet. Én nem fogom, figyelj, én nem fogom, ezt nagyon őszinte vagyok, ezt már nagyon sokszor ezt a kérdést, te mindig bepróbálkozol ezzel a kérdést, és mindig elmondom, hogy ezt én az Anna Mariról nem beszélgetek. De ennek több oka van, hogy miért nem. Az Ajsáról boldogan, nagyon szívesen. De a, hogy mondjam, a, nem bepróbálkozom, hanem ez nyilvánosan része volt a dolognak, nemzetsz. Nyilvánosan tele volt, része volt a dolog, tele volt Se, a nem, bulvár. Nem, nem, de, de nem, Tehát, hogy támadtak is emiatt, hogy ott igen, hagyod a Igen, de, de, de nem nem gondolom. De nem gondolom azt, hogy te bármilyen szinten is, és azért mondom, hogy ez nehéz kérdés, nem ildomos megkérdezni tőlem azt, semmilyen szinten egy, egy kérdésben, hogy összehasonlításba tenni. Ezt a két nőt nem szabad, és nem illik engem sem igazán szerintem ebbe a helyzetbe hozni, meg őket sem, mert, mert... onnantól kezdve nagyon nehéz meghívnod akár őket, akármit is mondok, akár egyetértesz, akár nem, meg nem is illik. Én nem, azért azt... mondom, hogy ezt, ezt ha lehet, akkor ezt Jó, a kérdéskört, hogy Dan Csanna -Mari, meg amúgy is egyébként hanyagoljuk. És boldogan beszélhetünk ezer millió dolgot, nagyon szívesen a szerelmem, az életem szerelme, a párom év, bármiről tudunk beszélgetni vele kapcsolatban, Kérdez, boldogan. Annyi volt az általmatlan kérdés, hogy együtt játszani a szerelmeddel. Milyen, és mind a kettő a szerelmed volt, nem? nem. Az, az, a szerelmem. Tehát, hogy ez nagyon, nagyon, nagyon szívesen tudok okay. arra beszélni, hogy, hogy, az Ajsával milyen együtt Na, játszani. Milyen? Nagyon jó. Nagyon, nagyon, szeretünk együtt játszani, azt hiszem. És, 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 és jól is tudunk, jól is tudunk együtt, együtt működni. Ez egy nagyon fontos dolog, mert vannak, akik nem, vannak, akiknél ez feszültséget okoz. Nálunk, nálunk, nálunk van benne mindig valami érdekes újrafelismerés a másikban. Egy kicsit szerintem De mit, van mit valami itt... újraismerkedés. Ő vele, nagyon, ő vele nagyon különleges. Tehát volt olyan, hogy együtt játszottatok, és rájöttél valami pluszra, amit addig nem láttál amit, amit nem láttam meg benne. Vagy is tehát... tudsz mondani? Nem tudom, mert egyébként naponta tudok rácsodálkozni. Tehát, hogy egy olyan csodálatos nő, akire naponta rá tudok csodálkozni, hogy amikor, amikor, amikor ettem, ettem már nagyon finom zöld amit csinált. Most csak, hogy valami egészen egyszerűt mondjak. De most a hétvégén valami olyan zöld csinált, hogy megint ledobtam a hajamat. Tehát, hogy, hogy, és ez most ez egy olyan hétköznapi dolog, de közben meg ezek a hétköznapi kis csodák uh -huh. teszik szerintem az, az életünket olyanná, amilyen, ami, ahogy mi boldogan szeretnénk élni. Csak az emberek elfelejtik hozzá ezeket hát a kis apróságokat igazi boldogságként megélni. Pedig az igenis egy nagyon nagy boldogság, amikor az ember otthon együtt tud főzni, finomat tud enni. Együtt is tud enni. Én is főzök bármikor, igen. Az egyik nap én főzök, másik nap a főz, tehát hogy mi ezt így megosztjuk. Majdnem, hogy ki, kinek, mikor, hogy van kedve. De van, hogy kikőpapírollózzuk. Igen? Aha. Igen. És akkor, az, és akkor az, mert hogyha nem tudjuk eldönteni, hogy melyik, melyiket együk, Ugye? És azt sem tudjuk eldönteni, hogy melyikünk együk. Mert hogy... mind, Mindkettőtöknek van specialitás. Vannak specialitások is, tehát például vannak, vannak, olyanok, amiket igen, nem azt mondom, hogy az egyikünk jobban főz, mint a másik, de, de egy kicsit valamitől mindig azt mondjuk, hogy a másiké jobb. Tehát van, van ilyen. Ő például nagyon oda van a paprikás krumplimér. Na tessék. És a múltkor például pont valamit mondtam, hogy valamit főzzön, de mi volt az? Val valamit főzöm, nem tudom, hogy mit, és akkor, és akkor közben mondtam magamban, hogy de nem baj, mert holnap csinálok neki paprikás krumplit. És hazaértünk, és azt mondta, hogy egyébként úgy ennék ma paprikás krumplit, és mondtam, nem hiszem el, hogy erre gondoltam, tehát, hogy pont erre gondoltam, hogy csinálok neked, és akkor inkább gyorsan nekiálltam, és egy óra alatt gyorsan összetettem a paprikás krumplit. Az igaz, hogy. De visszatérve Igen. Mert azért a kérdést, kérdésre, nem válaszoltam még az együtt dolgozás és a színpadon is a felismerés. Tehát ugye mi az ajsával azért valamilyen szinten, mi ugye a színpadon ismerkedtünk össze, és és, és, és nekem a mai napig benne van az, hogy, hogy amikor ő bejön, amikor meglátom, soha nem ugyanolyan kétszer. Mindig, mindig valahogy más. Val, valami, valahogy máshogy csinál valamit, máshogy mondja. Olyan, mintha ugyanaz lenne. Kívülről biztos, hogy ugyanolyan, de belül nem. Ő ugye eredendően táncos. Nem. Nem? Nem. Nem? Nem. Akkor nem tudom, hogy azt nem. nem. Jól táncol, de nem, 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 nem táncos. -e. Eredendően nem tudom, énekes színésznő. Eredendően nő. Nem tudom. <háha> Az igaz nyilván igaz, mert ezt ti mondtátok el egy műsorban, hogy. Hogy hát először úgy ismerkedtetek meg, hogy ült a büfében. és te mentél, fölmetted a lábát, és azt mondtad, hogy álmilyen vastag bokád van. <hállt> nem, nem, azt hiszem, nem, nem, nem tudom, hogy így történt. Hát én nem emlékszem erre. hogy mert, nem töl... Mert én erre nem emlékszem, és nem így emlékszem ha erre. Nem? De én ezt mindig elmondtam, hogy ez most már maradjon így, de a másik, a, 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 so, sok, 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 ilyen, sok ilyen véletlenes dolgunk van egyébként. Tehát sok olyanunk van, amikor, amikor, amikor olyan mondatok hangoztak el a, mondjuk az én számból, ami, és még nem is ismertük egymás szinte, vagy egy-két egy próbánk volt együtt, és olyan dolgokat tudtam mondani, amikor, amiken úgy visszagondolva a mai együttlétezésünk kapcsán, így, így azt mondom, hogy wow. Na, wow, hát, ne, de ezek, nem, ezek, ezek, ezek a mieink. Ezek nagyjából a mieink. De hogy ezek is netán ilyen szurkapiszkálódók voltak, vagy éppen hogy, hogy dicsérőek? Nem tudom, kedvesek, kedvesek. Főleg a saját jövőnkre vonatkozó megjegyzések. De nem volt még jövőnk, nem volt még semmi alap. Tehát hogy az egész nagyon érdekes. Nagyon-nagyon érdekes dolgok voltak. Meg nagyon érdekes az, hogy mi mi nagyon-nagyon sok mindenről nagyon-nagyon ugyanúgy gondolkodunk, nagyon-nagyon kitaláljuk egymás gondolatait. Az, az, az most nagyon sokat röhögünk azon, hogy hogy nem befejezzük egymás gondolatait, hanem, hanem én így áll, ülök, és azt mondom, hogy, hogy csak ilyen, az a baj, hogy ezek hétköznapi dolgok. És nem, ez baj. Nem, egy, nem színházi dolog az, hogy az ember szeretne ketchupot, de hogy olyan jó lenne, hogyha most lenne ketchup itt a sült krumplihoz annyira jó lesz és akkor ő egyszer csak azt mondja mellettem, hogy tudod, mitől lenne jobb ez a sült krumpli? Ha lenne egy kis ketchup. És én már ugrottam is föl, és mentem kecsöpet venni, és nem értettem, hogy miért pattantam így föl is hirtelen, és akkor visszaültem, megettük, és akkor mondtam neki, hogy azért, mert annyira bennem volt már, hogy már megyek, már megyek, elmegyek, de jó, ne... és attól, hogy ő kimondta, akkor megy, hát akkor biztos, hogy megyek. Szóval, hogy ez ilyen, biztos ezek ilyen furcsán, mert látom, nagyon furcsán nézel nem, egy ketchup, egy ketchup nem, nem, meg egy zöld borsó de azt gondolom, hogy igenis az, hogy az, hogy az embernek kiegyensúlyozott szakmai élete legyen, ahhoz nagyon-nagyon fontos az, hogy kiegyensúlyozott magánélete is legyen. És, 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 nekem nagyon sok viharosság volt a, a magánéletemben régen, és nagyon-nagyon jó az, hogy, hogy most, már, most már jó néhány éve egy nagyon nagy biztonságban és nyugalomban tudom élni az életemet. A sok viharosság az mit jelent? A sok viharosságban sok minden benne van. Benne van a volt feleségem, benne van az édesapámmal történt dolgok. A bátyját, sok-sok minden van benne, ami a saját, valami. saját, saját magam is. Nála is voltak dolgok. a saját életemben is, akár az én saját szenvedélybetegségem kapcsán lévő dolgok is. Tehát, hogy, hogy, hogy az, hogy valaki jött és, és, és tulajdonképpen egyszer csak ma azt tudom mondani, hogy hogy nagyon-nagyon hogy, 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 hogy rendben van körülöttem minden. Ott lakunk álmaink házában. Az mit, Álma... milyen? Milyen az álmaitok háza? Kiköltöztünk vidékre, vettünk Holva. egy házat. Csömörön lakunk. Kiköltöztünk vidékre, vettünk egy házat. Imádjuk, szeretjük. Mi, van, mi, két, milyen, van, két, a... van két kutyánk. Milyen az álmaitok háza? Az, amiben lakunk. Na jó, de az vagy. Mit, mit? Mit kell annak tudni ahhoz, hogy... Tulajdonképpen semmit. Egy házikó, van, van két szintje, de nem óriási egyébként. Van egy nagyon nagy kertünk, hál' Istennek, és, és van benne minden, ami csak kell. Van benne kettő darab házki, loki és Sophie. Az Ádám imádja őket, ott rohangálnak hárman, rendszeresen átjönnek még barátok, gyerekek, akikkel együtt játszanak, játszunk, fürdünk. Ádám is rendszeresen megy, vagy te mész érted? Ádám még azért nem, nem közlekedik, Jó, hát de nem igen, jön, de természetesen meg, igen, igen, én, igen. Megyek, én megyek érte, és jön persze minden héten. Hm. Minden héten ott van nálunk. Na, ami papáddal történt, ezt hogy érted Hát ezt nem, ez egy ilyen fura, fu, furi kérdés, hogy lehet ezt átélni. Rosszul, persze. Rosszul. Nagyon sokat csalódtam emberekben, mondjuk úgy. Mert hogy úgy érezted, hogy addig, hát a hívei, hogy így mondjam, és aztán egyszerűen elváltak mellőle? Nem tudom, mert én nem. Aj, nehéz dolog ez. Nehéz dolog ez, nem lehet ezt ennyire egyszerűen megfogalmazni, mint ahogy ezt, ahogy erre szavak vannak. Mert ez nem ennyire egyszerű. Ezek, ezek életek, sorsok, amiket olykor nem gondoljuk át, hogy egy-egy mondatunkkal, egy-egy szavunkkal mennyit tudunk rontani valamin, vagy akár mennyit tudunk segíteni. Nem tudjuk, nem figyelünk oda, nagyon az emberit a, a társadalmunkban nagyon-nagyon, most egy picit filozófikus leszek, nagyon-nagyon komoly problémák vannak. Tehát például van két ember, aki együtt jár, és megkapja éveken keresztül azt, hogy na és mikor lesz az esküvő. Megvolt az esküvő, utána megkapja éveken keresztül azt, hogy na és mikor jön a baba, utána megszületik a baba, utána na és mikor jön a következő. És nem gondolnak bele, hogy a kérdésük is, mennyi fájdalmat tud okozni. Hogy mennyi, nehézségben, mennyi, mennyi nehézséget élhet át az, akinek esetleg nem lehet gyereke. Vagy nem jön össze. Vagy és mit válaszol rá? Nem gondolunk bele a kérdéseinkbe, hogy a kérdéseink azok bántani tudják az embert. És abba sem gondolunk bele, hogy mennyit tudnánk tenni azért, hogyha csak megszólalnánk. Egy-egy mondatért. Most itt volt például a Cutor Zolinak ez a petárdás űrülete. Most én bevallom, hogy nem vagyok képben, úgyhogy De Facebookra kiírt egy, egy posztot szilveszter előtt, hogy elegem van a kutyás fenyegetésekből, akik a kutyaszart sem szedik össze, úgyhogy petárdázzatok, hajrá, petárda, nem valami ilyesmit kiír. Ez teljesen nonsens. Ugyanúgy egy nonsens dolog. Most arra már kibékült az állatvédőkkel, meg a nem tudom mikikkel, és, és most úgy rendben van már a dolog, de ettől függetlenül nem figyelünk oda arra, hogy mit mondunk, de még arra sem, hogy mit kérdezünk semmire. Nem figyelünk oda a másik emberre. És nem, nem, nem egyszerűen, nem nehéz arra, mit mondani, hogy, hogy hogy éltem meg azt a dolgot, amikor amikor egyrésztről természetesen hogyan lehet hogy rosszul éltem meg, másrésztről meg az a probléma, hogy nem figyelt oda senki semmire akkor se, meg most se. Ne azt, hogy most bárki odafigyel. Bármire De mi, mire is. kellett volna oda? Bármire. Én most csak azért nem, azért, azért fogok konkrétumokat mondani, mert nem tudok, mert nem én vagyok az az ember, aki ma még nem tehetem meg azt, hogy konkrétumokat mondjak. Azokról, hogy, arról, hogy mit gondolok. Azért sem tehetem meg, mert, ő, mert semmi köze Isten igazából, és elnézést kérek mindenkitől, senkinek semmi köze hozzá, hogy én XY-ról, mint magánember, mit gondolok. Ez az enyém, és maximum az övé. Ez senki másra nem tartozik. És erről nem nagyon tudok, nem nagyon lehetne beszélgetni nyilvánosság előtt. Sem, bocsánat, Tehát, hogy nem, nem, azt, nem, le, nem, nagyon lehet beszélgetni úgy, hogy nem beszélgetünk konkrét érzésekről, konkrét gondolatokról, amik bennem vannak, de ezeket a konkrét érzéseket és gondolatokat én nem fogom a nyilvánosság hát előtt így Szerintem lehet beszélni, hogy, hogy te ezt hogy dolgoztad föl, vagy hogy nem sikerült. Nem dolgoztam Aszolta föl. Se föl. Igen, ez... de az, hogy, hogy, nem sikerül feldolgozni, arról nem tudok, csak ezt röviden annyit tudok mondani, hogy ez nem, lehet, ez, ez nem egy olyan dolog, amit feldolgozol. Nem egy Tehát. olyan dolog az, hogy vannak kollégáid, akik azt mondják, hogy hüde jó barátaid, és mennyire jók, és utána nem kérdezik meg, nemhogy apámtól, tőlem sem kérdezik meg, hogy te hogy vagy. Hmm. Ezt nem tudod feldolgozni. Nem tudod feldolgozni azt, hogy olyan dolgokért, amiket az édesapádról állítottak, és történt egy csomó minden, olyan dolgokért ma semmi sem történik. Ezeket te nem tudod feldolgozni. Ö, azt, hogy hát ezt mindannyian tudjuk, én is voltam benne próbán, hogy hát ő kiabált rendesen. Bocsánatot kérek? Nagyon nagy különbség az, és ez mindenkinek a hibája az, hogy ezt nem, nincsen tisztába téve. Tehát őt nem az volt a probléma, hogy ő kiabál -e, vagy ő egy keménykezű rendező, hanem őt hazugsággal és igaz, igazságtalansággal vádolták. Amiről kiderült, hogy az, és természetesen az azóta is ugyanúgy össze van mosva. És te ugyanúgy, amikor te azt mondod, hogy mert ő keménykezű, és ki volt az, akit elküldtek, menesztettek azért, mert keménykezű rendező volt? Őt egy hazugság miatt történt, ami történt, ami hazugság volt, nem volt igaz, ez kiderült, és azóta se történt semmi visszafele semmi köze ahhoz, hogy valaki keménykezű rendezőe, keménykezű vezetőe, miközben 18 évig borz a legsikeresebben vezetett egy színházat ebben az országban. És az, amiért, az, amit terjesztettek róla, amik alapok, vádak, emberek nélkül jött létre, és hazugság volt, az nem volt igaz, de őt, 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 őt menesztették, őt ne, ő nem rendezhetett, de akadályozták, gátolták. Tehát te azt mondod, hogy abúzus nem volt. Azért vettem most egy ekkora levegőt, mert én a szexuális zaklatásra gondoltam, igen. Uh -huh. Az nem volt. Az abúzus az azért egy nagyon nehéz kérdés, mert az abúzus az egy nagyon-nagyon tág fogalom, amiben egyébként a szexuális zaklatás így MM-formájában nincs benne. Mm. Abúzus volt, de az abúzus az mai napig van. Hát tehát igen, igen van, te mondtad, hogy megfofoztak téged az oskolában. De teljesen mindegy, tehát a... az, az, de az, 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 az ma is van. Tehát az teljesen mindegy, az ma is egy, az is abúzus, hogy, 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 be kell menjél valamit megcsinálni, amit nem Tehát, hogy ez egy, ez egy olyan tágfogalom lett, ami, 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 nehéz, főleg a mi szakmámban ez nagyon nehéz ezt, ezt, ezt mérlegelni, hogy mi az és mi nem az. Tehát az is az, hogyha én félek valakitől, aki a főnökön mondjuk, mert ő, mert ő neki hatalma van fölöttem, hogy nekem van-e munkám, vagy nincsen munkám, és ő kér valamit tőlem, azt ha én nem teszem meg, akkor én akkor ő engem nem fog szeretni. Ha megteszem, akkor fog, de ha nem teszem meg, és akkor nem szeret, akkor ez mi? Tehát ez a e ezek, a, ezek, a, ezek a fogalmak elmentek. Az a fogalom, ami meg édesapámnál volt, az meg nem volt igaz. Tehát azt ne, ne keverjük bele abba, amit te elkezdesz mondani, mm. hogy kemény kezű rendező volt, mert nem ez volt a probléma. Mm -hmm. A probléma az az volt, mindegy, azt én megtartom magamnak, hogy mit gondolok az emberek irítségéről és számításairól. A, azt kiderült én azóta, ugye láttam több előadását, amit hát nem olyan jó körülmények között rendezett, mint a az Operetben láttam például az Elizabetet, is nem veled egyébként, de te is, te is benne vagy. Lekettőzve, ugye? Nem Elizabeth. Nem is értem, miért Elizabeth? Nem Elizabeth, Sziszire gondoltam. Sziszire gondolok, csak jól összekevertem. Jó, bocsánat, én meg értem, nem értettem, hogy mire gondolsz. Sziszi. Sziszi. Szerintem a Sziszi operett egy nagyon-nagyon jó operett lett. Én azt gondolom, hogy a körülmény mindenféle is fajta. Tehát, hogy számomra ott derült ki, bocsánat, egy picit, hogy miközben az ízlésével nem mindig értettem én egyet, de hogy mennyire jó rendező, hogy úgy oda tudott tenni például ezt a sziszit, hogy, hogy hát abban nem feltétlenül csak jó színészek vannak, na fogalmazzunk így. Hogy egy kis zenekar van. Hogy nem tud forogni, pörögni, nincs nem tudom én látvány, amivel én is sokat piszkáltam, hogy gyakran üresnek éreztem, hogy na, na most aztán emelkedik, süllyedés, és akkor, akkor ez a lényeg hogy úgy oda tudja ezt tenni, ilyen rossz körülmények között, hogy ez egy nagyon működőképes élettel teli előadás. Szóval, és hát tényleg az is van, valljuk be, hogy miközben azért őt sokan nem szerették, most az a hang is van, ugye, amit valaki meg is fogalmazott, hogy jaj, jaj, hát sok kedves rendezővel csináltuk mi sok rossz előadást, de nála pikpakra ment minden. Igen, hm? ezt először a Gregorióska mondta, azt hiszem, hogy te hogy tudsz ennyit dolgozni együtt a Keróval? És akkor mondta egy, hát milyen, mert az hogy milyen, milyen, úgy kiabál meg, ez. gyerekek, én annyi kedves emberrel csináltam már szart. Tehát, hogy igen, ez így van, Ebben biztos benne van ez is, de a. Most mit mondjak erre? Igen, szerintem az apám az egyik legjobb rendező a világon. És az világon? Leg... Ezt a most világon? Mondjuk, ez már azért nem elfogultság? Nem. De ezt a világ is el tudja mondani. Tehát bárhova ment, bár, bármelyik rendezésével bármi történt. Tehát az egyik legjobb, leg, az egyik legjobb zenés színházi rendező a világon. És az egyik legjobb zenés -színházi. Az igaz, hogy amikor állt a bál, és mindenki mindent kiabált, akkor te kézenfogva mászkáltál vele akár szinte tüntetően? Ebben semmi tüntető nem volt, mi kisgyerekkorom óta kézenfogva sétálunk. Uh -huh. De ebbe az akkor volt, ez, a, ez akkor volt ugye mókás a, a, a számunkra, amikor ilyen 16-18 éves lettem, és mi valóban nem foglalkoztunk azzal, hogy mi annyi lettem, mert mi én, én édesanyámmal is, meg édesapámmal is én kézenfogva sétálok. Tehát, hogy mi Igen, úgy sétal... igen, igen. mi megyünk a Westendbe, és mi úgy sétálunk. De Édesanyja egy kerényi Ágnes. Igen, ugye? igen, igen, Tehát mi kézen fogva sétálunk egymással. Édesanyjával is meg... igen, 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 Tehát hogy mind a kettőjükkel. Nem volt az, hogy tüntetőleg mi pontosan ugyanúgy sétáltunk, mint előtte bármikor. Uh -huh. Tehát egy tulajdonképpen nagyon meglehetősen meghitt kapcsolatod van mint Mi, mi, én azt gondolom, hogy mind a kettőjükkel nekem egy nagyon szerencsés és nagyon-nagyon jó gyerekszülői, ide egy nagyon erős baráti viszonyunk van. Igen. Mind a kettőjüket bármikor, bármivel fel tudtam hívni, mindig is, meg a mai napig is. Tehát, hogy nekem az egyik, nincsen, nincsen, nincsen nincsenek titkaim, nincsenek előttük például. Tényleg? Tényleg. Tehát mindent? Hát szerintem elmondtad. semmi olyan nincs. Ha, ha valamit nem tudnak, azt azért nem, mert nem meséltem el, mert nem volt lényeges. De tehát semmi. Nincs, nincs olyan, amit ne tudnának. Mm. A musical azért főleg a fiatalok műfaja, nem? Hát, Teres, uh, csak azt tudom mondani, hogy ez mindig félek ettől a mondattól, mert akkor mindig azt mondjuk, hogy az operett meg az öregek műfaja. De nem, milyen érdekes, nem, nem, hogy az operetben meg beleöregedik a néző, szóval hogy valahogy. Nem, 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 nem a fiatalokat most félreértesz. Úgy értem, hogy színészként a fiatalok műfaja. És akkor mi lesz nem velem, úgy. ha idősebb leszek? Igen, pontosan. Nem már. már. Pontos. <laughs> Tehát mi? Tehát hogy, 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 hogy mi lesz? Van, aki a próza felé próbál egy kicsit tendálni, azt nem tudom, hogy te akarod-e. Szerintem vannak idősebb szerepek is, meg, meg majd írni kell. Írni kell, kell akkor majd műzikeleket az idősebbekről. Igen? És akkor akár te írsz? be vagy boldogan, persze. Te foglalkozol ilyesmivel? Na, azt hiszem, igen. Igen? Uh -huh. És az egyelőre azt a fiók? Nem azt, asztalon lévő dolgok. Nem asztal hanem asztali dolgok. Csak ha egyszerre csak rukkolsz majd elő? Meglátjuk. Ez, ehhez azért sok mindennek kell még azért történnie, de, de, de mindenképp szeretnék alkotni. Hiszek az alkotásban. Meg azt gondolom, hogy kell is. Tehát, hogy nem nagyon fontos az, hogy, hogy nem hiszek abban, hogy a nagy, nagy bajokban nem, nem, a nem alkotás az, a, vagy a pihenés az segít. Nem. Alkotni kéne minél több előadást, minél több dolgot létrehozni, minél, el, minél inkább előre felemenni, nem pedig visszafon, visszavonulót fújni. Hát most alkottak rá, ha úgy tetszik egy szerepet, azt rád írta, nem? A fegy a Jávori Ferenc. A, egy kicsit az egy, ugye, ugye, ugye a, a nem a menyasszony táncot, hanem a, a farmer a régen. Igen. Léviszta. Amit véletlenül édesapád rendezett. Véletlenül. <laughs> <laughs> Mint ez egy nagyon régi történet már, hát ez, egy, ez most már egy tíz éves történet, ami még annó Kállai Pista bácsi fejéből pattant. Igen, igen, de csak most, most sikerült Hát most a valósult ez meg nyáron. tulajdonképpen, eddig nagyon-nagyon sok buktatója, akadálya volt. Ugye, nem, lévi Sokan nem széletéről. hittek benne ebbe a történetbe, csak, csak tulajdonképpen a Keró, Fegya, Sziámi, meg ugye a Kállaiék. Kállai Pista hittek ebbe. Történetben is, és, és minden előadás azt igazolja, hogy nekik lett igazuk. Uh -huh. Ahogy erre a közönség reagál, ahogy szereti, hát én Úgy a semmiért hogy... láttam ott Siófokon a Balaton parton, hát ott ez a nem volt ház, mert szabadtéri előadás volt, de erre mondják, hogy szétverték a házat. Bizony, bizony. úgyhogy ez, ez azóta veszprém, is így van és bízunk benne, hogy azért most még újra Pestre, vagy hát, illetve Pestre érkezik a darab, és bízunk benne, hogy akár még az évben is látható lesz. Tehát ez az, hogy itt is sok mindennek kéne teljesülnie, meg, meg, azért minden segítség el kell, színházi berkekben természetesen, de, de reméljük, hogy ez is összejön. Jó lenne, nagyon jó lenne. Szerintem nagyon, nagyon, nagyon vágy, vágyna is rá a budapesti közönség egy ilyen, egy ilyen nagyszerű előadásra, meg nagyszerű zenére. Hát úgy legyen. Köszönöm, hogy jöttél. Nagyon ettől. szépen köszönöm. Önöknek is köszönöm, ha néztek minket. Kerényi Miklós Máté volt, a a Café vendége. Viszontlátásra!